Több helyszínen is folytatódott az orosz-ukrán háború. Az orosz tüzérség tovább lőtte az ukrán állásokat Donyeckben. A keleti terület két szomszédos városában, Kramatorszkban és Szlovjanszkban sok lakóház romhalmazzá vált. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Az ukrán csapatok ellenállnak, a frontvonalak az utóbbi napokban alig mozdultak. Az önjelölt Luhanszki köztársaság szeparatistái kimerültek a hónapok óta tartó csatározásokban, és állítólag vonakodnak Donyeckbe menni harcolni. Az orosz ellenőrzés alatt álló területen naponta osztanak frissen tisztított ivóvizet a lakosoknak, nehogy járvány törjön ki. A Zaporizsjában kialakult helyzet is aggodalomra ad okot. Félő, hogy Európa legnagyobb atomerőművében radioaktív szivárgás lehet, aminek szörnyű következményei lennének. A létesítményt már több támadás is érte. A nemzetközi közösség riadó készültségben van. A francia elnök felszólította Oroszországot, hogy vonja ki katonáit az atomerőműből. Ha Moszkva és Kijev beleegyezik, az ENSZ kész ellenőröket küldeni a zaporizsjai üzemhez a biztonsági helyzet elemzésére. A világszervezet korábbi főtitkára Ban Ki-moon és a Nobel békedíjas volt kolumbiai elnök Juan Manuel Santos közben váratlanul Ukrajnába látogatott. Bucsában tájékozottak az orosz katonák ottani mészárlásairól.